A tavalyi bajnok Iván Csakáse együttesét fogadta a kék-fehérben pályára lépő HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapata az MB3 középcsoportjának 14. fordulójában vasárnap délután. A lendületes találkozón nem sokat kellett várni az első gólra. Rögtön a második percben egy vendégszöglet után Vajda látványos mozdulattal pörgette a labdát Kirtner elé, aki meglódult vele, majd az érkező Hampuk elé passzolt, ő pedig egy az egyben vezette rá a kapusra a labdát, és megszerezte a házigazdák első gólját. Egy perccel később Molnár jobboldali beadásáról centikkel maradt le a hosszún Balog. Az 5. percben Vajda élesen belőtt szabadrúgását ütötte ki a mezőnybe Varga, majd Kirtner adott be jobbról egy labdát, ezt Hampuk elől ütötte el a vendégek kapusa. A 9. percben aztán tovább növelte előnyét a Cél Zoltán együttese. Egy vendégfelszabadítás Kovácsot találta el, a lepattanóra Szabó Dominik csapott le és szerezte meg a második gólt. A 19. percben pedig újabb hazai találatnak örülhetett a közönség. Kirtner ugratta ki jó ütemben Hampukot, aki az érkező kapus alatt a rövid sarokba gurított. A 21. percben Kirtner gurított vissza egy labdát Kozicsnak, ő 18 méterről a kapu fölé lőtt. Majd ugyanebben a percben a vendégcsapat ismét eladott egy labdát, ez Vajdához került, aki megint Hampukot ugratta ki, ő Varga mellett a kapuba lőtt, így már 4-0 állt az eredményjelzőn. De ez sem tartott sokáig, hiszen a 37. percben Hampuk szerzett labdát és ugratta ki Kirtnert, ő elhúzta a kiérkező kapus mellett, majd a középen üresen érkező Vajdának passzolt, ő pedig 3 méterről az üres kapu közepébe gurította a labdát, így már 5-0 volt az eredmény. Remek labdaszerzések, szép játék, nagyszerű átadások, látványos gólok, ezek jellemezték az első félidőt. A fordulás után az 58. percben Kirtner lőtt távolról centikkel a kapu mellé. Majd Turi ment el bal oldalon és passzolt vissza, a labda Kozicshoz került, aki kapura lőtt, próbálkozása egy védőről vágódott szögletre. A 66. percben pedig Szabó Dominik jobboldali beadásáról Hampuk maradt le centikkel. Egy perccel később Beke baloldali beadása Vajda elé pattant, aki egy csel után a kapu mellé lőtt. A 70. percben egy baloldali beadás után Balog fejelt a kapu fölé, a 76-ban pedig Kercsó távoli próbálkozását fogta Lékai. Rögtön ezután Bekét ugratták ki, aki Aradi mellett elvitte a labdát, ő viszont csak szabálytalanul tudta megállítani a michelini játékost. A bíró 11-est ítélt. Hampuk a büntetőt középre lőtte, Varga lábbal kirúgta a labdát. A 86. percben Beke jobb szélről cselezett, majd lőtt kapura, Varga ezúttal is hárított. A mérkőzést teljesen megérdemelten nyerte meg a HR Rend Kozár Michelin az első félidőben szerzett 5 góllal. Eljutottunk oda, hogy az első félidő az engem is, nem is, a szurkolókat, mindenkit, aki itt volt, és engem is, mint ugye a szakmai vezetőt kielégített, tehát az, amit a csapat az első félidőben csinált, az parádés volt. Nagyon jól futballozott, gólokban ez megmutatkozott, helyzetekben is valószínű, valahol egy kapura lövés, és hiszem, hogy volt az ellenfélnek. Amit a másodikban én kértem őket, hogyha intelligensek, akkor a második félidő az úgy nézzen ki, amit megbeszéltünk. Intelligensek ők, de ezt most nem mutatták. És ezzel le is zárom, a második félidő értéketlen volt. Egyébként attól függetlenül, hogy egy kapu felé tartó lövése volt az Iváncsának, de ebből a meccsből mást kell kihoznia, tehát ez egy ünnep kell, hogy legyen. Erre kicsit nem figyeltek oda. Igazából nem tudom most érzékelni azt, hogy ha játékos lennék, lehet, hogy én ugyanazt csinálnám. Szóval nagyon nehéz ezt fejbe egy 5-0-es félidő után a második félidőt úgy összerakni, de én azért egy kicsit morcos vagyok rájuk ezért, de gratulálok, és ugye nőtt az előnyünk, ez is egy nagy dolog, úgyhogy készülünk a következőre. Nyilván borzasztó rosszul kezdtük a meccset, gyakorlatilag amire készültünk, a Michelinből az összes hibát elkövettük. Gyakorlatilag szerintem 10-15 perc alatt el is dőlt a mérkőzés, úgyhogy nyilvánvalóan a második fél idő az mentünk a becsületünkért, most azért 5-0 után nem várható szerintem a Michelintől, hogy annyira beleszakadjanak, úgyhogy ezért volt talán két ilyen ellentétes fél idő. Nem rajtunk múlt az sem, de hát én most borzasztó szomorú vagyok, mert nyilván erőn felül mentünk eddig is, és valahol most jött ki az, hogy kevesen is vagyunk, fizikálisan sem nézünk még úgy ki, hogy kéne. Óriási különbség volt a két csapat között egyébként, és a mai napon ez az 5-0, ez
ez megérdemelt abszolút a Michelinnek, úgyhogy csak gratulálni tudok nekik. Az NB3-as listavezető a tavalyi bajnok Iváncsa elleni 5-0-ás győzelme után léptek pályára, a korábbi Kozár Michelini kedvencek, az ellenfelük pedig az Újpest öreg fiúk csapata volt. Az újpestiek soraiban korábbi NB1-es labdarúgók szerepeltek, úgy mint Tamási, Egresi, Kerényi, Nagy és Erős. Hát nagyon nagy megtiszteltetés. Hát olyan játékosok alkotják az öreg fiúk csapatát, akinek régen szurkoltam, vagy éppen labdát szedtem. Ráadásul Újpesten születtem, ott láthatom először NB1-be. A családom Újpest szurkoló, nekem az Újpest az a szívügyem. Megmondom őszintén, én sose voltam a technikás játékosok közé. Ráadásul az Acél Zolitól nagyon sokat tanultam, mikor még a Kaposvárban volt edző. És neki sokat köszönhetek. Most már jobb a kispályát, nem kell sokat futni, majd kíváncsi leszek itt a 2x35 percben, mit hoz nekünk a sors. Minden, tehát megmondom őszintén, hogy nagyon imádtam Újpestet, tehát én 74 bottól születtem, és hát 14 évet játszottam Újpesten, abból 3 profiskodtam, azóta is, amióta idézőben beleöregettem ebbe a 34-es korosztályban, és hát az Újpest öreg fiúba azóta is mindenhova járkálunk, úgyhogy óriási élmény, tehát itt a haverokkal, barátokkal találkozni, meg mit tudom én, úgyhogy ez nekem mindig is sokat jelentett, úgyhogy meg jó a társaság, úgyhogy és most gyönyörű az idő is, úgyhogy szerintem minden adott annak érdekében, hogy egy jó meccset is tudunk talán játszani. A Michelin legendák csapatában Mester, Antal, Farkas, Schweitzer, Morvai, Bánfai, Suba, Lauer, Vitrédi, Kutyáncsányin, Gergely, Gyánó és dr. Herger Röder szerepelt. A 2007-2008-as csapatra épült ez a gárda, akkor jutott fel a Kozár Michelin az MP2-be. Nyilván egy nagy szívet jelent nekem, mert 6,5 évet töltöttem én is itt, gyönyörű életkorszak volt az életemben, mai napig ebből is táplálkozom, és a barátaim nagy része is innen származik, úgyhogy nekem ez egy fantasztikus dolog, amikor összejövünk bármikor egy-egy játékra, vagy bármilyen esemény kapcsán, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok-sok siker, öröm, élmény, gyakorlatilag egy életérzés, amit az embert magával ragadta, és nyilván az a sok közös dolog, amit itt átéltünk, meg amin átmentünk, az egy örökre összekovácsolt az embereket is, meg gyakorlatilag az akkori csapatot is, és a mai napig nyilván ezek a kapcsolatok megmaradtak, úgyhogy ezek ilyen életre szóló élmények. A találkozónak jó alaphangot adott Acél Zoltán együttesének kiütéses győzelme az Iváncsa ellen, és a michelini legendák hasonlóképpen gáláztak, és ugyancsak 5 gólos különbségű győzelmet arattak. Az ismert rapper Széki Attila, Curtis csak szépíteni tudott.